nagyjából hogyan alakult eddig a reggel, hogy milyen volt a készülődés a mai napra? Kaotikus. Éjjel 2-kor még nem volt kész a beszédem, és aztán hajnali 6 körül felkeltünk, és akkor újraírtunk, akkor nem működött a nyomtató. Kellett hívnunk egy szakembert, aki összehangolta a laptoppal. Már itt kéne lennünk egy órája hangpróbára, de ezért elcsúsztunk, de most megvan a beszéd. Itt most találkozunk a kollégákkal. Én még nem láttam, megmondom őszintén a végleges programot, tehát a végleges adásmenet még nincsen kész. Ezt kell most itt átvennünk, és innen 1:45-kor kell átmennünk, átrohannunk a Deák térhez, mert ugye ott 1:30-tól van a gyülekező. Aztán meglátjuk. Kíváncsi vagyok, a színpad egyáltalán áll-e már, mert én még nem láttam semmit. Kicsit kaotikus, de hát ezt tudtuk előre, hogy ez egy nehéz menet, ekkora rendezvényt ritkán szoktak megszervezni, tehát... Ilyen bajnokok reggelije, úgy látom, hogy most nyakkendő nincs kiválasztva, bármilyen. Van nálam nyakkendő, de még nem döntöttem el, hogy felveszem-e. Jó reggel, jó napot! Egy csokis tejber is tettem, mert azt tudtam lenyelni, szilárdok nem nagyon tudtam reggelizni. Nem tudom, hogy akik régóta politikusok vagy közszereplők, azt hogy viselik. Én bennem még egy olyan magas adrenalin szint van minden alkalommal, hogy még nem tudtam rituálét kialakítani, vagy nem tudtam megszokni azt a helyzetet. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok, jó reggelt! És hát nem jó reggel, tudom, hogy már késő van. Magyar Péter, nagyon örülök, hogy jöttetek. Köszönöm szépen, Magyar Péter. Köszönöm. Na, hogy állunk? Nagyjából jól? Mikor tudunk csinálni hangpróbát? Jó, szuper! A Facebook és a YouTube belépés az rendben lesz? Múltkor te csináltad, nem? Igen. A YouTube azt kicsinálja, mert már múltkor nem volt YouTube, és az nagyon... nem volt. De most legyen. A Facebookot én tudom, nem tudom, hogy... Ja, azt tudjátok, oké. Azt látják nagyjából, hogy ez itt egy elég professzionális dolog, de maga a szervezés az még inkább egy garázsszékre hasonlít, tehát nincsenek ilyen... első-második asszisztens, nem tudom, mik vannak a tele a tévésorozatoknál, amit a miniszterelnök úr mondott. A Kossuth teret azért másképp kell hangosítani, azt mondták, sokkal nehezebb, beszélni is sokkal nehezebb. Mindenki megijesztett, aki már beszélt itt, hogy itt ilyen 2-3 másodperc múlva verődik vissza a hang, úgyhogy nem tudom, hogy a telefonban beszél az ember és visszhangzik, úgyhogy azért kéne kipróbálnom egy pillanatra, hogy egyetem milyen érzés. És beszélek, és akkor hallani fogom? Igen, igen, hát nézd meg. De már ki van hangosítva? Ki van hangosítva, igen. Jó, és tehát utána most vissza fog, amit van mondtál eredetileg, ugye visszhangozni. Most még nincsen, nézd meg, hogy ilyen új így kell, és hogyha itt tetszik, akkor valami ilyen, ha nem, akkor majd csináljuk a monitor. Ha jól sejtem, minden. Tehát akkor hosszabban beszéljek. Hát együtt a négyet mondatok. Köszönöm, hogy eljöttetek az ország minden településéről és a világ minden részéről. Itt vagyunk együtt a magyar nemzet csodálatos főterén, több százezren, idősek, fiatalok, kisgyermekes családok, baráti társaságok, régi és új ismerősök. Köszönöm. Na, jó lesz ez. Én nem akarok ezzel semmit csinálni. Nem tudom, hogy a tömeg miatt milyen lesz. Meg azt csak segíteni fog. Jó, azt még visszavonom. Az még lefogja. Szia Márk, neked írok éppen. Hello. Jó reggel. Hát, hogy hol vagytok, hogy beszéljük az adásmenetet meg. A Petra itt van valahol? Ki fog arról dönteni, hogy azt mondják, hogy na akkor 5 perc múlva indulunk, ezt ön fogja mondani? Vagy ezt én fogom a Zolinak mondani, és a Zoli fog... Zoli, vagy az öcsém, nem tudom kivel, a Zolival tartják a kapcsolatot? Nekem mindegy, csak valaki jelezzen, mert ugye... Jelezni fogunk 5 perc előtte. Bajcsi Andrásig megy a forgalom, hogy akkor világos, kellő persze. Időben nekünk azért a közlekedésnek kell idő, hogy a nyugati térnél megterelje. Világos, én fogok szólni, és ők továbbítják önök felé. Nekem is lenne egy kérdésem, hogy elszállítottak-e a gépjárműveket, ahogy kértük a Bajcsi Zsilinszky útról, az Alkotmány utcáról, a Szalai utcáról, mert ez kifejezett kérésünk volt, megküldtük a BRFK vezetőinek. Jó, hát hogy kérés, a provokáció. Igen, de a rendőrség az a kérdés, hogy ez. De még nincsen törzs, úgyhogy rá fogok kérdezni, hogy csak megállási táblák kerültek ki. Jó, én tudom a választ, nem szállították el, és itt szeretném jelezni, hogy ha probléma lesz, akkor az a rendőrség felelőssége. Jó, én jelezni fogom a parancsnoknak. Mert tudjuk, hogy lesznek provokátorok, és tudjuk, hogy azokat is használni fogják. Lesz bűnügyi állomány, és mindenki fel van készülve. Én erre jövök, balra fordulok, és a vértanúk felé jövök. Na, ez lesz egy challenge, hogy itt hogy jutna tud bejönni a színpadig, mert akkor itt már tömeg lesz. Jó, majd azt intézzük. Hát ezt majd igen. Jó, köszönöm szépen, akkor reméljük minden rendben lesz. Köszönjük a munkájukat, nagyon köszönöm. Bármi van, köszönöm. Meg Zoltán. Köszönöm szépen, minden jót, köszönöm. De csináljuk persze. Nem baj. Jó, de hogy is csináljuk. Bocsánat, ne haragudj. De nem látom jól. Jó lesz, vagy picit arrébb, mert ön nincs benne. Ja, jó, nagyon szépen köszönöm. Ne hajulj el, Lézsé. Dehogy is, nem, jó lesz.
benne. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, szép napot. Hát én mindig ott leszek. Köszönöm szépen. És mindenki tudja, hogy ha valóban provokáció lesz valahogy rendbontás, akkor pont az autók szoktak először megsérülni. És ugye én vagyok a bejelentő egy személyben, én vállalom a felelősséget, ezért kértem a rendőrség közreműködését, és már tegnap este azt az információt kaptuk, hogy a BRFK vagy az ORFK vezetése ezt elutasította. Mi ezt kifogásoltuk, megírtuk, nem kérünk többet, mint bármilyen ilyen nagy rendezvény, és ezt mindenki tudja, hogy évek óta ez a legnagyobb politikai rendezvény Magyarországon és Budapesten. Összesen lehet hasonlítani a Múzeum 2. március 15-i 15 ezeres rendezvényen. Nyilván nekik az az érdekük, hogy ne a 100 ezeres tömegről és a rendezvény üzenetéről és az új Magyarország üzenetéről és a reményről szóljon a propaganda sajtó, hanem arról, hogy néhányan esetleg vitatkoznak, vagy ráncigálják egymást, vagy egy-két üveg betörik. Nagyon remélem, hogy nem így lesz, én bízom a rendőrségben, hogy felkészült és kellő létszámmal jönnek ide. Volt fideszesként, láttam egy pár jó demonstrációt, nem mostanában, amikor már inkább ilyen TSZ-elnökös hangulat. Jó reggelt, szia Erin! Hello, hello, hello! Szóval láttunk ilyet, és ez nem kell szerintem semmilyen tapasztalat, csak kell egy-két színész a gárdában, akik már láttak színházi rendezést, de nem ez lesz a lényeg szerintem, hogy ami különleges rendezvény, hanem a tartalom, tehát a beszédek. Az persze jó, hogyha az emberek jól érzik magukat, de nem koncertet szeretnénk csinálni, és nem koncertélménnyel akarunk hazamenni, mivel az emberek dühösek és változást szeretnének. Megindul a nemzet menete a Kossuth térre, mert nem félünk, nem félünk! Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grón. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Az a fiasság, szerintem most utazni kell, mert ez most tényleg egy olyan vívőerő, ami szárnyakat ad az embernek, és bátorságot. Ezt a kettőt biztos. Vidéken lassabban mozdulnak az emberek, de fognak majd mozdulni, vagy mi megyünk el hozzájuk. Ezt én nagyon rosszul bírom, amikor emberek elhagyják a saját szülőföldjüket, vagy aki a hozzám tartozók elhagyják, és hogy ez az egyetlen menekülési út, és hogy tőlem 5 éve kérdezik, hogy mikor megyünk el Szlovákiába. Barátaim Olaszországban élnek, szóval hogy ez szerintem valami utolsó utáni dolog, amikor az ember emigrációba kényszerül. Ennek az országnak mindig elvándorolt a legokosabb, legéletre valóbb, legtehetségesebb réteg. Szerintem ezt meg kell állítani, és ez olyan fajta, hogy mindig, amikor kérdezik, hogy miért fogy a magyar? Hát azért fogy, mert elmegy. Németország. Ez nagyon egyszerű erre a kérdés. Azért fogy, mert elmegy. Spanyolország. Neked gyúrnak a fények, és csak neked írom a dal. Neked énekelek. Szabadok vagytok, magyarok! Hogy mi hatott rám így? Talán az emberi sors.
Én azt kell rólam tudni, hogy én baromi empatikus vagyok. Én meglátok egy gyereket cukin játszani, vagy egy idősebb embert nehezen sétálni, és megkönnyezem. És nyilván ez azért még annál is több és erősebb impulzus, ami most itt mindannyiunkat ért szerintem. Nehezen tudunk ma így csoportban dolgozni, közösségekben gondolkodni, és ez most valahogy itt megmutatkozik, és ez szép. Hát ezt így mi páran, akik a rendezvényt is szerveztük, közben spontán logót is terveztünk, mert miért nem? Hát ugye láthatjátok benne hát itt több minden megmutatkozik. Egyrészt a végtelen szimbóluma, ami egy hosszú távú víziót jelent, egy távolba tekintést, és segített egyébként egy szuper grafikus csapat. Ők segítettek nekünk ilyen szuper jól megtervezni mindent. Majd a honlapot is, hogyha esetleg megnézitek, ott is szerintem látszik, hogy az egész jól össze van állítva. Ez a sajtóval óvatosan ez a viccelődés része, vagy ez a vérkomoly? Hát ő mindig viccelődik, és mindig vérkomoly is egyben. És ugye jellemzően én sem tudom eldönteni, de nem foglalkozom vele. Az én gyerekemről el tudom mondani. 9 éves, tehát most ő, amit ebből lát, nem is ért igazán, hogy most mit is jelent ez valójában. És hát igen, ott egy nagy zavar van. Annyit lát, hogy nem érek rá, hogy folyamatosan az irodában rohangálunk, hogy sulizán nem hazamegyünk, hanem az irodában, és akkor ott valahogy el kell magát foglalni. Tehát látja, hogy itt valami furcsa dolog van, valami rendbontás. Ez egy fájdalmas téma. Hát ez most... tényleg dráma. Ez tényleg Netflix sorozat. Elindult a változás. Kérlek benneteket, hogy most mindenki fogja meg a mellette álló kezét, és együtt emeljétek magasra a kezeteket a magyar zászlóval együtt. Nem tudjuk, hogy akinek a kezét fogjuk, az jobbos-e vagy balos-e, segédmunkás vagy top menedzser. Az ország és a világ melyik tájáról érkezett, de azt tudjuk, hogy mind magyarok vagyunk, és mind ugyanazt akarjuk. Legyen ez a mi szerződésünk, hogy együtt végigmegyünk a számunkra kijelölt úton, és a Jóisten segítségével a legvastagabb falon is átmegyünk, és visszavesszük a szülőföldünket. Köszönöm szépen! A haza minden előtt! Kipukkadt a lufi! Mert kipukkadt a lufi! Kossuth Lajos azt üzente, nincs olyan igazából viszony itt a stábon, vagy ebben a csapatban, most inkább így mondom, hogy főnökbe osztott, hanem mindenki magától tudja a dolgát. Tehát tudja mindenki, hogy hozzá mi tartozik, és azt csinálja. Egyébként fantasztikus helyes ember. Tényleg. Karakán, céltudatos, odafigyel, meghallgat, végighallgat, megbeszélheted, nem az, hogy ez nem tetszik nekem, akkor írjuk át, hanem meg tudunk egyeztetni. És olyan, amilyennek látod, hogy oda megy, mert felelősnek érzi magát az egészért. Ott ült végig, láttad egy ilyen kis, nem tudom, iskolaszékszerűségen, és nézte végig a beszédeket. Ilyen. Olyan, amilyennek látod. Volt egy, nem tudom eldönteni, hogy malőr, nem malőr, hogy azt mondta, hogy anyák napján lesz a következő demonstráció, meggyűlés. Szerintem ez nem malőr, de erről még nem tudok semmit, én sem pontosabban. Mert mindig így jelenti, mert április 6-a is így lett. Mi
milyen volt megélni ezt, hogy ezt a napot így megcsinálták? Hát, a kisfiú, aki a nyakamba ült, és azt mondta, hogy ő erre várt, és azért jött, és hogy olyan bizodalomban volt, hogy felült oda a 100 kamerával szemben, meg a 100 fényképezőgéppel szemben, az egy jó érzés volt. Szóval ez egy jó élmény volt, de hát az a tömeg elképesztő volt. Tehát azt gondolom, hogy az Andrássy út is már az 50 ezer emberrel, meg ott az a szeretettel, de most már ez szinte feldolgozhatatlan. Nyilván ezzel kell együtt élni, és megfelelni neki. De amikor a 90 éves néni bottal kijön, és azt mondja, hogy te vagy az utolsó, vagy én vagyok az utolsó reménye, akkor azt így nehéz feldolgozni. Nyilván próbálom ilyenkor hűteni a kedélyeket, mert nem hiszem, hogy én lennék itt a haza utolsó reménye. Ugye a beszédemből is mondtam, ez inkább egy ilyen szikra, meg a véletlenek egybeesése, meg a Jóisten segítsége az, hogy most eljutottunk ide, hogy két hónapja senki nem tudta ki Magyar Péter, most pedig itt volt kinn a rendőrség becsülése szerint, azt hiszem 250 ezer a drón felvételek alapján jóval több ember. Itt minden vidéki településről voltak, szinte több ezer helyről jöttek, minden európai országból. Ezek az emberek hazamennek ma vonattal, busszal, biciklivel, lóval, tök mindegy, és ezek ott beszélgetni fognak erről az eseményről. És nyilván ők azért hitelesebb forrásnak számítanak, mint a köztelevízió, aki most is a volt feleségemnek a, nem tudom, bántalmazásáról kérdezett, és csodálkozott, hogy egyébként akkor ingerülté váltam. Én azt gondolom, hogy felháborító, hogy a propaganda sajtó egyébként eltagadja azt, hogy itt van több százezer ember. Mi volt az a pont, amikor a kezdeti, meg reggeli feszültség, amit most őszintén leszek, azért ezt érzékeltük hát az még biztos, reggel. Hát mi volt az a pont, amikor ezt így elengedted? Amikor lejöttem a színpadról, vagy nem tudom. Ugye fölmentem, és ugye ott elvileg volt egy sugógép, amit kellett volna használnom, de az nem működött. Tehát úgy mentem fel, hogy egyetlen egyszer nem tudtam elolvasni végig a beszédemet, mert ugye hajnalba fejeztem be. Nyilván többet kell egy ilyenre készülni, de a rendezés miatt meg egyébben nem tudtam többet készülni. És nyilván amikor lejöttem és láttam, hogy egyébként el tudtam mondani, és egyébként hogyan fogadják az emberek. Nyilván az emberben azért van egyfajta feszültség, hogy ugye írsz egy beszédet, nem beszédírók írják, nem politikai mérlegen van ki gram centízve, hogy ez most a jó beszéd, kinek szól, hanem a saját érzésemben jön, nyilván néhányan segítettek és kiúztak belőle néhány hülyeséget. De azért van az emberben egy feszültség, hogy van itt van ennyi ember, ugye ennyi emberre én sem számítottam, de szerintem senki sem. Vajon ők hogy fogadják ezt? És ugye amikor az első oldalt így elmondod, és úgy látod, hogy ez jó, akkor nyilván már oldódik benned a feszültség, amikor így bekiabálnak neked, hogy veled vagyunk, meg hogy egyetértünk, meg látsz ismerősöket egyébként, akkor ez egy nagyon jó érzés. De a feszkó az nyilván akkor múlik, amikor lejössz, de akkor sincs igazán esélyed feloldódni, mert akkor meg kijössz a tömegbe, amit egyébként a kormány nem csinál, mert ugye kordonok és páncélozott autók között közlekedik, nem néz az emberek szemébe, pedig szerintem ennél zseniálisabb nincs, ennél jobb egy politikusnak nincs, meg az embereknek se. Annyi mindent meg lehet beszélni, annyi minden ötletet lehet kapni, kérést lehet kapni, és szerintem így lehet kapcsolódni emberekkel, tehát nem propaganda hirdetésekben, meg mit tudom én, megafonos srácoknak a lejáratú videóiból. Azzal lehet rombolni, meg emberek közé árkotásni, de kapcsolódni így lehet az emberek között. Itt most én ma, nem tudom, 1000 emberrel biztos beszéltem, vagy 1000 emberrel biztos szelfiztem. Rájuk én biztos, hogy számíthatok, és ők is biztos, hogy számíthatnak rám. Itt 6-an, 7-en, 8-an csináltuk ezt az egészet. És itt volt, nem tudom, a legtöbb ember évek óta, szóval hát persze, hogy jár feszültséggel. Nem is tudom, hogy a stábban nyilván volt, nagyon sok kép megvan, amikor itt ülünk reggel, és mindenki iszonyatosan feszült, és már fél óra múlva indulnia kell a dolognak, és ugye nem ért oda az agregátor az Ervinnek a kocsijához, és ezért nem szólt a zene, és nem tudtunk elindulni, és már csúszásba voltunk. Az egy kicsit feszültség volt, nekem inkább az, amikor ugye, több Kossuth-díjas színművész lejön, és látom, hogy ők is így majdnem sírnak, amikor Bálint András is így meghatódik, meg amikor Rost Andrea megölel, és minthogyha nem tudom, a fia lennék, vagy nem tudom, és hogy azt mondod, hogy életőjég életében nem látott. És szerintem ez egy elképesztő dolog, de megható volt, hogy egy ilyen szupersztár eljön, és elég bátor ahhoz, hogy felvállalja ezt az egész dolgot. Mikor hazamész, és majd úgy alakul, hogy találkozhat majd a három gyerekeddel, akkor hogyan fogsz majd mesélni életed egyik Szemre Tamás egyik legfontosabb napjáról? Nem fogok velük erről beszélni, nem szoktam a gyerekeimmel politikáról beszélni, meg fogom kérdezni a középső fiamat, aki ma megnyerte az összes meccsét, követtem Messengeren az eredményeket, Németországban, Hannoverben vannak innen, erről fogok vele beszélni. A legkisebbről pedig arról fog beszélni, hogy vele mi történt. A nagyja, meg szerintem arról fog beszélni, hogy éppen milyen ruhára kell pénzt adnom, mert már nagyon közel van a nyár, úgyhogy nem fogok erről beszélni. Szerintem a gyerekekkel nem kell erről beszélni. Nyilván a legnagyobban lehetne, de most úgy érzem, hogy az ővele most nem állunk egy politikai táborban, úgyhogy én most ezt inkább nem feszegetném, hanem majd évek múlva. Én annyit mondtam neki, hogy én ezt érte is csinálom, meg érte is csináljuk.
aztán meglátjuk, hogy ebből mi jön ki.